Öt kategóriában több mint 100 pályázat érkezett a Magyar Marketing Szövetség által kiírt Városmarketing gyémántdíjra, amellyel a térségek, települések marketing programjait, profi marketing megoldásait jutalmazzák. Paks idén két kategóriában indult, mindkettőben el is nyerte a gyémántdíjat, melyet Budapesten vett át Szabó Péter polgármester és dr. Hanó János, az önkormányzat turisztikai, városmarketing és kommunikációs csoportjának vezetője. Tavaly ünnepelte a város a 40. évfordulóját a várossá nyilvánításnak. Ennek kapcsán nyújtottunk be a pályázatot is. Az egyik ilyen pályázat az az Paks akkor és most 40. évforduló alkalmából kiadott város ismereti ilyen társasjáték. Ezt a Magyar Marketing Szövetség nagyra értékelte, és egy olyan innovációnak, olyan jó ötletnek tartotta, amely alapvetően ugye a márkaépítés és az identitásépítés kapcsán játszott fontos szerepet. Ez is volt egyébként a célunk ezzel a társasjátékkal. Esemény és rendezvény kategóriában kapta meg Paks a másik gyémántdíjat, a Paks 40 program sorozatért, melyet az önkormányzat és a Csengei Dénes Kulturális Központ közösen szervezett az elmúlt évben. A nagy sikerű rendezvény palettáján helyi értékek napja, városnapja, kiállítás megnyitók, graffiti falátadása, zenei együttesek fellépése szerepelt. A Csillagsó Tánc Egyesület például Pakssal kapcsolatos koreográfiát adott elő a Táncsics Parkban felállított színpadon. Vöröslő felhők úsznak az égen, köztük a semmi, a világít kéken. A polgármester szerint több kategóriában is megállta volna a helyét a Város a Marketing Szövetség pályázatán, ezt figyelembe véve tekint a jövőbe. Szeretnénk a rendezvényeink, további rendezvényeinkkel is majd részt venni ezen a versenyen, ezen a marketing versenyen, illetve turisztikai elképzeléseink is vannak. Nyilván itt a Közép-Dunamenti Térségfejlesztési Alapítvány által létrehozott, alapítvány által létrejött társulás, én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent hozzá tud majd tenni ahhoz, hogy Pakson azért a turisztika is fejlődjön, egyre több turistát tudjunk ide vonzani Paksra, úgyhogy ezen a területen is szeretnénk majd megmérettetni magunkat. Többszörös gyémántdíjas egyébként Paks olyan városok mellett szerepel, mint Győr, Nyíregyháza, Debrecen, Esztergom. Országos viszonylatban a szakma is számon tartja ezt a versenyt, ezért is nagyon sokat jelent a díj Paks számára. Szabó Péter hozzátette, köszönet illeti a turisztikai és városmarketing csoportot, vezetőjét, dr. Hanó Jánost, és különösen a paksiakat, akik értékelték a társasjátékot és részt vettek az elmúlt évi rendezvényeken.